Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó március 12-én jelenik meg, és ezen a napon az indiai asztrológia szerint a hold a Revati holdházban van. Ez az utolsó holdház. És ez azt jelenti, hogy ezen a napon valamit be kellene fejeznünk, valamit lezárni, vagy a munkánkat befejezni, valamit el kell intézni ezen a napon, és akkor utána ezt magunk mögött hagyjuk, és lesz egy új ötlet, vagy egy új irány, lesz egy új kezdet. Ezen a napon Vénusz bolygó és Plutó bolygó egy szép kapcsolatban áll. Plutó bolygó az a hatalom bolygója, és mi hölgyek kell, hogy uralkodjunk a helyzet felett. Vénusz bolygó az szimbolizálja a szerelmi témákat is, és Plutó bolygónál a szexuális témákról is szó van, hiszen Plutó bolygó szimbolizálja ezeket a témákat. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, az ő gondolata. Itt a horgony. Jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni. Útban van hozzád, és szeretne veled egy tartós párkapcsolatot kialakítani. A horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást is. Lehet, hogy útban van, ami a munkát illeti, vagy ez a lovas férfi jelentheti a munkahelyi változásokat is. És most megnézzük, hogyan érzi magát. Itt megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát eltávolítanak valamit vagy valakit. Nála vannak félelmek, hogy elveszíti a munkáját, vagy lesz pénzveszteség, vagy fél, hogy elveszít téged. És itt a ravasz róka akkor utal ezekre a negatív érzelmekre. Persze az egerek el tudják távolítani a ravasz rókát is, a félelmeket, vagy a bizonytalanságokat. Tehát itt ő most még tényleg így érzi magát, hogy vannak bizonyos pillanatokban ezek a félelmek, de azért majd lassan-lassan ez eltávolodik. Amit a ravasz róka még jelenthet, egy hamis személy a környezetében, és mivel van ez a kihívás, ő dühös erre a személyre, ez is lehet egy negatív érzelem, de az egerek eltávolítják ezt a helyzetet, vagy eltávolítják ezt a hamis szemét. Tehát rendeződni fognak majd nála a dolgok. Mit fog tenni? Itt a könyv jelentheti az ő tudását, vagy egy továbbképzést, az is lehet, hogy rábeszél arra, hogy te tanulj valamit, de a könyv jelenti gyakran a zárkózottságot. Lehet, hogy ő eddig zárkózott volt, és te úgy gondoltad, hogy eltitkol előled valamit, és itt a lilium virág jelenti a tiszta érzelmeket, vagy hogy ezeket a dolgokat akarja tisztázni veled, és útban van hozzád. Mi fűz össze benneteket?
Ezt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt a T betű látható, most elgondolkozhatunk azon, mit jelent ez a T betű. Például Tamás, vagy Tímea, lehet egy helység is, mint például Tiszafüred. Írd le majd a kommentárba neked, mi jut eszedbe ennél a T betűnél, vagy lehet egy fogalom is, tenni kell valamit, kell cselekedni. És ez a rovás írás itt középen van, ennek van egy szimbolikus jelentése, ez olyan, mint egy ajtó, ami kinyílik, mint egy kilincs. Mit jelent számodra ez a szimbólum? Ezt is leírhatod a kommentárba. Vagy azt is jelentheti, hogy itt van az életút, eddig egyenesen mentek a dolgok, most lesz egy új irány, de fölfele megy, fölfele halad minden, tehát lesz nyeremény, javul a helyzet, kiléptek egy olyan helyzetből, ami eddig kicsit olyan unalmasnak tűnt. A németeknél is vannak ilyen írások, az úgynevezett rúnák. Hát ez nem ugyanaz, mint a rovásírás, de mégis hasonló ez a rúna itt, és ez a kártya, illetve ez a rúna szimbolizálja a jólétet, a biztonság érzetét. Itt a kerítés, itt el kell keríteni valamit, lezárni valamit, vagy megóvni valamit, és akkor ügyelni kell a saját otthonra, mindarra, ami a birtokunkban van. Ügyeljünk a birtokunkra. De jelenti ez a kártya a jólétet, a nyereményt is. És itt van ez a vicces kártya, én imádom ezeket a rajzokat, és ez a napi energia. Itt, ahogy megnézem a képet, itt a természetről van szó, de lehet, hogy jó lenne az, kimennénk egy kicsit a természetbe, kicsit sétálni, kirándulni, de amit a hölgy még mutat, ami a kezében van, azok az érmék, az anyagiak, a munkahely, a belső értékek. Odafigyelni arra, hogy mi vagy ki értékes számodra, de légy a saját értékeiddel is tudatában, és elvárd azt, hogy mások értékeljenek téged, hiszen van valami a kezedben, te is tudsz nyújtani valamit. És a környezet az is fontos, itt nem irodai munkáról van most szó, hanem kilépni, kimenni a természetbe, mert az most jót tesz nekünk, kell a szabad idő. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelölnéd magadat a csatornámra, vagy írd le a véleményedet a kommentárba. Persze meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a maja naptár, de vannak újdonságok is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!